A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola 6. ízben adott otthont a Pacsirta népdaléneklő versenynek. Több mint 40 kislány és egy kisfiú, illetve 12 énekegyüttes lépett színpadra 3 korcsoportban. Bobá István, a Művészeti Iskola igazgatója megnyitó beszédében kiemelte, hogy büszkeség számára és intézményének is, hogy ismét megrendezték a versenyt. Annak ellenére, hogy nehéz időszakot élünk meg országunkban, a gyerekeink mégis készülnek. Ez a verseny egy megyei szintű verseny, ahol bármelyik iskolából jelentkezhetnek, tehát nem csak művészeti iskolák, általános iskolák, tehát művelődési házakból, akár tehát tanodákból is várunk gyerekeket. És már 6. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt. Számunkra ez mindig egy ünnep, mert tényleg jobbnál jobb előadókat tapasztalunk, látunk, hallunk, tanulunk ezekből a versenyekből, tanáraink, tanulóink, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez évről évre meg legyen rendezve, évről évre a gyerekeink itt legyenek, szülőkkel, tanárokkal és vezetőinkkel. Büszkék vagyunk arra, hogy kistérségünk több hagyományőrző megmérettetésnek adhat otthont, és kiemelten támogatjuk azt, hogy a Pacsirta a következő években is itt legyen Beregszászon. Emelte ki Babják Edit, a Beregszászi Kistérség oktatási, kulturális és ifjúsági ügyek osztályvezetője. Ezekben a nehéz időkben különösen fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk a hagyományainkat, ezért nagyon örvendetes a Pacsirta népdalverseny. Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt a jelenlétével bennünket, segíti a munkákat. Talán itt nem is a verseny a legfontosabb, hanem az, hogy egyre többen és egyre jobban énekeljenek, és a gyerekek egymást hallgatva tanuljanak, és átérezzék a népdal hatását. Leégett a szoknyám széle, széle, széle a szoknyám széle, megver édesanyám érte. Az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment át Kárpátalján a magyar népdal és népzene oktatás. Köszönhető ez a különböző hagyományőrző szervezeteknek, emelte ki az esemény házigazdája, Bobá István. Mindig fejlődünk, tehát vannak szakemberek, akik tanáccsal látsák el a gyerekeket. A tanárokat például, mert a magyar népdal előadás az egy egészen más, mint például egy szláv népdal előadása, és ennek megvan a maga része, tehát régiókra bontjuk mondjuk a népdal előadást, a magyar népdal előadást, és itt egy egész más módja van a gyerekeknek a fellépésének, mint mondjuk egy más kategóriában, például egy akadémikus énekben, vagy egy ukrán népdal énekben. Ebben az értelemben, hogy a fejlődésben, tehát ha belegondolok abba, hogy az első Pacsirta versenyben majdnem 90 gyerek volt, egy kicsit visszaestünk, de nem adjuk fel, mégis megtartjuk ezt, hogy igenis megtartjuk, hogy minden éven ez meglegyen. Tehát nem hagyjuk annyiba, hogy igenis nem fogjuk levezetni ezeket a versenyeket, igyekszünk és ápoljuk, hogy igenis az értékük a gyerekeknek a magyar kultúra iránt, a magyar népdal iránt növekedjen és tiszteljék a kultúránkat. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, melynek elnöke, Hanna Drohalcsuk, a Kárpátaljai Megyei Kulturális Szervezési Módszertani Központ megbízott vezetője volt.
Вже в 6-те у місті Берегові відбувається конкурс угорської пісні «Пачірта». Іммер 6. Алкаломмал került megrendezésre a Pacsirta magyar népdaléneklési verseny itt Beregszászon. A rendezvény célja a kárpátaljai magyar népművészet népszerűsítése, valamint a fiatal tehetségek felkutatása és támogatása. Ez a verseny számos alkalommal bizonyította, hogy fontos szerepe van a fiatalok nevelésében. Ezt ma láthattuk is. Csak nem 30 csoport lépett fel szóló és együttes kategóriában. Nincsenek győztesek és vesztesek, hiszen mindenki nagyon jól teljesített, és megmutatták, hogy szívükben hordozzák a népdaléneklés és a nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyomány iránti szeretetet. A megmérettetés végén több előadót és csoportot is díjaztak, a legtöbb elismerést pedig az Ungvári Művészeti Iskola Eszterlánc népdal együttese vihette haza, akik a legjobb csoport és a legjobb előadó díját is kiérdemelték.